Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és ebben a mai videóban végre, el sem hiszem, de végre meg tudom mutatni nektek a fémdetektornak a megszerzését, ugyanis 2,5 hét után egészen hihetetlen módon, de hajlandó volt bedobni a játék. Aki nem tudná, hogy miről van szó, annak gyorsan összefoglalnám, hogy érkezett a játékba egy napi gyűjthető tartalom, a Buried Stashes, aminek segítségével minden nap össze tudunk gyűjteni 2 darab elásott kincset Cayo Pericóban, 15 000 dollár és 1000 RP-ért cserébe per darab, tehát hogyha mindkettőt begyűjtitek, akkor 30 000 dollárt és 2000 RP-t szerezhettek ezzel. Ahhoz azonban, hogy feloldjuk ezt a collectibles-t, szükségünk van egy fémdetektorra, ami viszont 10 lehetséges helyen spannolhat Los Santoson belül, és akkor jártok sikerrel, hogyha felvillan egy kék pötty, és láttok egy csontvázat térképpel, illetve egy fémdetektort mellette. Mint ahogy azt most a videóban is láthatjátok, nekem közvetlenül a part mellett dobta be a játék, de nagyon nem volt egyszerű megtalálni. Konkrétan, ahogy említettem is, hetekig jártam oppresszorral a 10 lehetséges helyszínt úgy, hogy folyamatosan sessiont váltogattam, és mégsem jártam sikerrel, másnak pedig elsőre bedobta, úgyhogy kitartónak kell lenni. Minden esetre most megmutatom mind a 10 helyet, ahol spannolhat a csontváz, majd aztán jövök és segítek abban is, hogy mit kell csinálni a metal detektor megszerzése után Cayo Pericóban. Thank you.
Nos, ez volna tehát az a 10 helyszín, ahol felbukkanhat a fémdetektor. Ha sikeresen megszereztétek, akkor hívjátok le a Kozhatkát, indítsátok el a Cayo Perico Heist első prepjét, azaz látogassatok el a szigetre, és hogyha mindezzel megvagytok, nincs más dolgotok, mint megnyitni a térképet, ahol kettő kérdőjelet fogtok látni. Ezek jelzik a Buried Stashes lokációit, amelyek segítségével be tudjuk határolni a kincseket. Hogyha odaértek valamelyikhez, akkor nyomjátok le a jobb egérgombot, és a játék már veszi is elő a fémdetektort, amelynek egyrészt a ledes kijelzője, másrészt a hangja segítségével meg tudjuk keresni az elrejtett kincset. Összesen 20 darab lehetséges helyszín van egyébként, ezek váltakoznak minden nap, de mivel úgyis jelzi a játék, ezért feleslegesnek gondoltam bemutatni mind a 20-at. A jutalom, ahogyan azt már említettem, 15.000 dollár és 1000 RP, ezt kell kétszer megszorozni, hogyha mind a kettőt megtaláltátok. Az őrökkel természetesen vigyázni kell most is, mert ugyanúgy, mint eddig, simán kidobnak a szigetről, hogy túl sokszor bukunk le. Viszont, hogyha sikeresen begyújtjuk mind a kettő kincset, akkor gyakorlatilag mehetünk is vissza Los Santosba, hiszen ennyi lenne az új fémdetektor megszerzése és a hozzá kapcsolódó gyűjthető tartalmaknak a bemutatása. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, valamelyik nap jövök vagy a Lamar Davis-es gyűjthető tartalmakkal, vagy pedig az M16 fegyvernek a megszerzésével, hogyha hajlandó lesz a játék azt is bedobni. Addig is köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk, én Dani voltam, sziasztok!